Tisztelt dunabogdányi polgárok, 2020. március 27-e péntek van, bejelentkezésemet péntek 1 órakor újra megteszem, és tervemben van, hogy minden héten megteszem, ameddig a veszélyhelyzet fennáll. Az iskola. A digitális oktatás zajlik, nagyon jól reagáltak a gyerekek, és fantasztikusan a tanárok. Nagyon szépen köszönöm a gyerekeknek, tanároknak és a szülőknek, akik otthon a gyerekeiknek segítenek. Nagyon hálás vagyok a munkájukért. Gépekben van némi hiány, ezért kérném a családokat, hogy akinek fölösleges számítógépe, laptopja van, az adott esetben ajánlja fel az iskolának, ők azt rendbe teszik, kiadják azoknak a családoknak, gyerekeknek, ahol ebből kevesebb gép van, hogy minden gyereknek legyen. Új, hogy az étkeztetést továbbra is lehet kérni, illetve újra lehet kérni az iskolán keresztül a gyerekeknek. Mi annyit változtattunk rajta, hogy ugyanazon az áron, ameddig eddig az iskolában fizettek, a forgóétterem házhoz fogja szállítani. A plusz költségeket, dobozolást, illetve a házhoz szállítást azt az önkormányzat fizeti, tehát a gyerekek a megszokott áron kaphatnak otthon ételt, gondolják át. Óvoda. Továbbra sincs gyermek az óvodában. Ügyeletet persze bármikor létre tudnak hozni az óvoda dolgozói, de jelenleg minden kisgyermek, óvodáskorú gyermek otthon van. Digitális nevelés folyik ott is. Nagyon szépen köszönöm az óvodapedagógusoknak és a vezetőknek, hogy elindították ezt a folyamatot. Otthon így lehet látni a kisgyermekesekkel is való foglalkozást, én legalábbis ezt személyesen tapasztalom. Művelődési ház továbbra is zárva tart. Április 1-ével ígértem, hogy felülvizsgáljuk az elrendelt bezárást. Nagy valószínűség szerint ezt meg fogjuk hosszabbítani, tehát a művelődési ház áprilisban sem lesz nyitva. Forgó és közétkeztetés. Az étkeztetés továbbra is folyamatos, házhoz szállítással működnek, jól működnek, sterilen működnek, egyre több helyen működnek. Természetesen a szülők, akik kezdenek elfáradni a gyermeknevelésben, az oktatásban, a foglalkozásban, és a többi, kérhetik a forgóéttermet, vegyék fel velük a kapcsolatot. Magam részéről azt mondom, hogy jó minőségben zajlik, és nagyon-nagyon tudom őket ajánlani. Helypékség. Ellátás folyamatos, liszt ma is érkezik, és érkezett. Jövő héttől bevezetik ők is a házhoz szállítást, hogy az időseknek ne kelljen ott sorban állni, tehát a helypékség is elérhető lesz telefonon keresztül, steril körülmények között kiszállítással. Ugyanígy a bordahúsbolt, az ellátásuk állandó és folyamatos, tehát a húsfeldolgozó működik. A múlt héttől, és továbbra is működni fog, a házhoz szállítás, tehát hús és hentes árut is tudnak majd kiszállításra kérni. Itt sem kell akkor sorban állni, így is jobban tudjuk magunkat védeni. A Géza húsboltban a beszállítás folyamatos, friss és naponta van áru, nincs hiány, úgyhogy továbbra is várja önöket. Én pedig azt kérem, most itt a helyi érdekeltségűeknek kedvezek, de nem akarok senkit se háttérbe szorítani, hogy kérem, hogy a helyi boltokat használják naponta, tartjuk velük a kapcsolatokat. A 2 héttel ezelőtti dömpinghez képest természetesen mindenhol egy kicsit visszaesett. Tudtuk, láttuk, hogy akkor mindenki megrohamozta a boltokat, csak szeretném az ő nevükben is elmondani, hogy az élelmiszerellátás az folyamatos, nincs veszélybe, nincs értelme pánikszerűen vásárolni. Gyógyszertár. Ablakos kiszolgálás van, nyilvánvalóan az ott dolgozók védelmének az érdekében, több várakozási idő van azonban így, de itt sincs pánikra semmi ok, gyógyszer van, és beosztással egyhavi mennyiséget adnak ki. A Figyelj Rám Egyesület. A jelentkezőket biztonsággal ellátják, nincsenek még a kapacitásuk csúcsán, tehát hogyha úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, nyugodtan hívják a Figyelj Rám Egyesületet. Ma reggeli intézkedések, hogy holnaptól, azaz március 28-áig,
március 28-ától április 11-ig kijárási korlátozás lép életbe. Ilyen plakátokat fognak látni a településen, ahol egyszerűsítve összefoglaljuk, hogy mire kell figyelni, de elmondom most is. Tehát a korlátozás március 28-ától április 11-ig érvényes. Lakóhelyet, tehát a házunkat, a kertünket, nem a települést, házat, kertet, csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni. Ellenőrizni fogják, megkérdezhetik. Az élelmiszerboltok, a patikák, piacok és drogériák látogathatók lesznek. Nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani. Az idősebb emberek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszer üzleteket, gyógyszertárakat és piacokat. Itt hadd álljak meg egy pillanatra. Tisztelt idősek, nem arról van szó, hogy 9-től 12 óráig a település és a boltok csak az önöké, hanem itt arról van szó, hogyha szükségszerűen el kell menni, akkor önök fogják ott természetesen, nem fognak találkozni fiatalabb generációval, de látjuk a lecsapódását, egy fél nap elég volt ehhez, mindenki megijedt, mindenki azt gondolta, hogy majd a nagyszüleivel be fog vásároltatni. Nem erről van szó. Illetve a fiatalokat kérjük, hogy ezt ne kérjék a nagyszülőktől, ne féljenek attól, és ezért is tértem ki a boltoknál arra, hogy minden friss árut az idősek felvásárolnak, és akkor délután már nem marad semmi. Nem erről van szó. Az idősek maradjanak otthon. Továbbra is maradjanak otthon. A boltjaink azért állnak át a házhoz szállításra, mert nem akarnak túl sok idős embert veszélyeztetni a nyilvános helyeken. Tehát újra elmondom, van ez a lehetőség, de a fő cél, hogy önök otthon maradjanak, illetve aki nem tudja ezt az ellátást megkapni, az biztonságosabban menjen ki, de csak az, akinek feltétlenül szükséges. Kérem, hogy ezt tartsák be, mert nagyon-nagyon veszélyes lehet. 9 és 12 óra között mások, tehát 65 év alattiak, ezeket a helyeket nem látogathatják. Ez viszont mindenkire kötelezően érvényes, hogy akkor nem látogathatják, mert azoknak az időseknek van fenntartva, akik nem tudják megoldani. Hozzáteszem, Dunabogdányban nincs olyan, hogy nem tudják, a Figyelj Rám Egyesület vagy bárki meg tudja tenni ezeket a bevásárlásokat. Ki kell térnem a dohányboltra és az előtte kialakult helyzetre. Látom, hogy nyitva van, látom, hogy a dohánybolt előtt itallal nagyon erősen dolgoznak a fertőtlenítésen. Van erre határozatunk, a körzeti megbízottunk ezt ellenőrizni fogja, közterületen nem lesz ivászat, menjenek haza, mert ez is bandázásnak minősül, nem lehetnek többen egyszerre az utcán, kérjük erre figyeljenek. Nem az én feladatom, de azért mégis elmondom, hogy az időjárás a jövő héten egy picit újra hidegebbre fordul, tehát hűvösebb lesz, maradjanak otthon, így könnyebb lesz egy picit talán otthon maradni, fűtsenek, és majd eljön a jó idő, akkor is, ameddig a veszélyhelyzetet, illetve a kijárási korlátozás fel nem oldják, maradjanak a kertekben, udvarokban, és az a legbiztonságosabb. Napi kapcsolatban vagyunk továbbá az orvosokkal is, akik biztosítottak minket, hogy a betegek nagyon ügyesen átálltak a telefonos bejelentkezésre és kapcsolattartásra. Általában gyógyszerfelírásokkal foglalkoznak, de a rendszer összességében jól működik. Én nagyon köszönöm az önök fegyelmezettségét, és a legfrissebb hírek szerint sem tudunk Dunabogdányból koronavírusos betegről, tehát ez most péntek délután 1 óra. Újra elmondom, hogy kicsit illuzórikus, hogyha arra gondolunk, hogy nem lesz, az sem biztos, hogy lesz, de ha lenne, és ha lesz, számoljunk azzal, hogy nem kirekesztjük, hanem drukkolunk neki a gyógyulásban. Tehát kérem önöket, hogy az idősek maradjanak otthon, ne ők vásároljanak be a családnak. Ha aktívak akarnak lenni, akkor mi most a stábbal fölállítottunk egy versenyt, egy úgynevezett szájmaszk versenyt, ahol azt fogjuk
azokat fogjuk díjazni, akik otthon készített, illetve máshol vett maszkokat, de nagyon ügyesen feldíszített. Ez legyen szájmaszk, vagy bármilyen más megoldás, hogyha porcivózsákból oldják meg, az is jó. Tudnak készíteni szájmaszkokat, természetesen díszekkel, ezzel, azzal, amazzal. Minél több ötletet, minél jobb ötleteket várunk. Elsősorban szelfiket, fotókat, vagy a ne adj Isten kisebb videókat, amit kérünk, hogy küldjenek az infokukat dunabogdány.hu-ra. Ugyanis a következő jeligérit találtuk ki, most a Danubia TV-vel versenytársai leszünk a legnagyobb kereskedelmi tévéknek is. Mi azt mondjuk, hogy maszkot fel, mert a többieket megvédhetjük a betegségtől. Ha mi azok vagyunk és föltesszük, talán magunkon tudjuk tartani, és nem adjuk át a családunknak. Tehát a következő. Várjuk az infokukat dunabogdány.hu-ra, hát fölveszem, de nagy valószínűséggel én még nyerni nem fogok ezzel, mert a lányok nem alakították ezt ki. Ajajajajajaj. Nagyon kényelmes viselet. És hogyha minél több ötletet kapunk ebből, azt gondoltuk ki, hogy vásárlási utalványokat fogunk szétosztani a díjazottak között. Természetesen, hogyha 65 év feletti nyeri ezeket a díjakat, akkor megígérem, hogy nekik mi fogunk bevásárolni, és terilen le fogjuk lakni a házuk elé. Tehát infókukasz Dunabogdány, maszkot fel jeligére, jöjjenek a minél jobb ötletek. Abban bízom, hogy ez talán lehet vicces is, de egyben hasznos is. Azt kérem önöktől, hogy vigyázzunk továbbra is egymásra, vigyázzunk Dunabogdányra, vigyázzunk a Dunakanyarra. Nagyon büszke vagyok önökre, mert fertőzöttünk eddig nincsen. Az időseknek azt tudom mondani, hogy emlékeznek régen a nagy tarlóégetésekre. A nagy tarlóégetéseket úgy szakították meg, hogy körbekapálták, körbekaszálták. Nem tudták továbbadni a tüzet. Ha mi most ezeket magunkat leizoláljuk, akkor nem tudjuk továbbadni a vírusbetegséget. Figyeljünk erre, nem fog tovább terjedni akkor a tűz. Tehát infokukat@dunabogdany.hu, maszkot fel, és jöjjenek a jobbnál jobb ötletek. Ha valaki aktív szeretne lenni idősebb korára, akkor varjon az unokáinak, készítsen a gyerekeinek, és találkozunk a Facebook oldalunkon. Köszönöm szépen!